Akár harmadával drágulhat a kenyér még ebben a hónapban. A pékek azért emelik a kenyérárát, mert drágában szerzik be a lisztet. Az aszály miatt kevesebb búza termet, ami van, azt is drágán adják. A Magos szerint a kukorica termés mintegy 40%-a megsemmisült. A gazdák nem tudják mivel etetni az állatokat, emiatt a húsára is nőni fog. A sertés tenyésztők áfacsökkentést javasolnak, a kormány segítséget ígér az állattartóknak. A termés mutatja ez a szabolcsi gazda, pontosabban ami maradt belőle. A Nyíregyháza melletti tanyán Veres József mintegy 800 juhot tart, ezeket etetni kell. A 60 hektáron elvetett kukoricája és a 10 hektárnyi lucerna azonban teljesen oda lett. Ezt tett a rettenetes 40 fokos hőmérséklet, plusz a talajnál ez 60 fokot. Ez a 60 fokos talajhőmérséklet a bármilyen növénynek a gyökérzetét megégette. Magyarul mondva, megszűnt a növény létezni. A Magos becslései szerint a kukorica termés csaknem 40%-át elpusztította a hőség. Szinte elszáradt a kukorica termés. A Magos ezért azt javasolja a gazdáknak, minél hamarabb jelentsék be a kárukat, a rendelkezésre álló keret 8 milliárd forint. Az aszálykárok időben történjenek bejelentésre a Nemzeti Kárenyhítési Nemzeti Agrárkárenyhítési rendszerben szereplő gazdák a bejelentéseket megtegyék, az ellenőrzések időben megtörténjenek. Jakab István szerint segítene a gazdákon, ha előre hoznák és negyed évente fizetnék ki az állatjóléti támogatásokat, emellett javaslatot tettek egy központi takarmánybázis létrehozására is, azonban ennek hiány egyelőre csak törhetik a fejüket, főleg a baromfi és sertéstenyésztők, hogy mivel etessék az állatokat. Azt már a múlt héten bejelentették, hogy 15%-kal emelkedhet a baromfi és a sertéshús ára. Most azt javasolja a Sertésszövetség a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy a sertéshús áfáját a jelenlegi 27%-ról 5%-ra csökkentsék. A feldolgozott húsfélék például felvágottak maradhatnának a magasabb tartományban. A tejnél is hasonló csökkentést szeretnének, a bevétel kiesést pedig szerintük azzal lehetne pótolni, ha a feldolgozott tejtermékek forgalmi adóját 27%-ra emelnék. A hús mellett a kenyérára is nő. A drága búza miatt a malmok megemelték a liszt árát, ezért a pékek is azt mondják kénytelenek árat emelni. Ha újabb alapanyagár változások lesznek, amiről már bejelentést kaptunk, hogy a lisztek ára tovább emelkedik abban az esetben, ha a gabonák ára tovább emelkedik a piacon, akkor nem elképzelhetetlen egy 30%-os sütőipari termékáremelés sem. Egy kiló fehér kenyér átlagára 284 forint, a fél barnáért 254 forintot kérnek. Ha a kenyér harmadával drágul, a Pékszövetség számításai szerint az egy főnek havonta 175, egy családnak 700 forint plusz költséget jelent majd átlagosan. A drágulást augusztus közepétől érzékelhetik a vásárlók régiónként eltérően, vagyis lesz, ahol jobban, máshol kevésbé emelkednek majd az árak.